Képzeld el, valaki azt írta a hirdetésre válaszolva, hogy ő nem olyan. Nem olyan. Nem olyan. Hogy ilyennel foglalkozzon, mint a network marketing. Mit gondolhatott? Hát szerintem azt, hogy aki bemászik, vagy kirúgják az ajtón, bemászik az ablakon, olyan típusú ember. Ez a tipikus porszívó ügynök, akit az Istennek nem lehet kirúgni sehogy. És nem addig, akarni. Amíg nem vettél porszívót, addig... Ja. Hát szerencsére én sem vagyok olyan. Én komolyan örülök ennek, hogy... Meg az a szerencs, hogy nem is kell olyannak lenni. Én azért szeretek például rendezvényekre járni, mert ott mindig látom, hogy mennyiféle ember van ezen a területen, a fiataltól az idősig, a nem is tudom, tehát a egészen introvertált, magába húzódó típus, aki inkább otthon a kis holnapjait gondozza. Igen. Odáig, aki mondjuk szívesen kiáll a színpadra, szóval nincs egy ilyen tipikus, na, hogy ő az. Annyiféle ember. Sőt, én szerintem nagyon sokszor azok, akik ilyen olyanok, bármit is jelentsen az, ők nem annyira, vagy legalábbis ennél a cégnél, vagy ebben a hálózatban, ahol mi vagyunk, nem ő. Nem jellemző ez a ránagyosség, igen. Nem attól lesz sikeres. Én azt látom, hogy attól lesznek sikeresek, akik azok, hogy rohadtul ott van a fókusz. Uh-huh. És mindig ez jár a fejébe. De égszerűen gondolkodik, ahogy Kocsó Laci mondja. Igen, meg szerintem eljárt az idő a felett, a módszer felett. Lehet, hogy ez régen bevált, de akkora ellenállás van már az ilyen direkt értékesítéssel kapcsolatban, kivéve, ha valamit pontosan keresel, és akkor örülsz neki, hogy rátalálsz, és akarsz olyat venni, de hogyha esetleg olyasmivel keresnek meg, ami... Milyen érdekel? Hát nem az, hogy nem érdekel, nem tudod még, hogy érdekel, vagy nem érdekel. Akkor alapból van egy ilyen, nekem ne adj el hozzáállás.